Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Megújulnak a temetők Szekszárdon. A város közel 27 millió forintot költ a ravatalozók megszépítésére. Parkolási gondok Tolnán, dolgoznak az alternatív megoldásokon. Fejlesztés, modern körülmények várják mostantól a paksi óvodásokat. Kulisszák mögött, közelebbről nézhették meg a gyerekek egy televízió működését. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hamarosan felújítják a szekszárdi alsóvárosi és újvárosi temetőt, ravatalozó épületeihez előtetőt és harangtornyot építenek. Ehhez a város 49 millió forintot nyert a JETA pályázatán, és 10 millió forintot különített el a költségvetésből. Ám a harangtorony építése nem volt része a pályázatnak, így annak költségét is a város állja majd. Így döntött legutóbb a szekszárdi önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottsága. Így néz ki jelenleg az alsóvárosi temető ravatalozó épülete. A temetések nagyon ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, ezen segít majd az a beruházás, aminek részeként előtetőt építenek a ravatalozó és a mellette levő épület által közbezárt tér közepére. Ezzel párhuzamosan az újvárosi temetőt is felújítják, oda többek között egy új harangtornyot építenek. Mindenre 49 millió forintnyi támogatás áll rendelkezésre, amit a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert a város. A beruházáshoz a szekszárdi önkormányzatnak 10 millió forintnyi önerőt kell biztosítania. A harang elkészítését külön rendelték meg, az nem volt része a közbeszerzési eljárásnak, így annak a költségei nem voltak betervezve. A 16 millió 800 ezer forintnyi plusz költséget az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítania. A város gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke azt mondja, a forrás rendelkezésre áll. Az újvárosban például kényszerből, mert ki akar dőni a kerítés, az utcai kerítés, ezt föl kellett újítani. Ott is szükében van lassan a temetkezés helye. Az alsó végében egy támfalat kellett építeni, mert egy ilyen lépcsős részen lesz kialakítva a temetkezési helyek, és gyakorlatilag ezeknek a költségére kellett pót összegeket biztosítani, de ez költségvetési tervben benne volt, tehát rendelkezésre állnak ehhez a pénzeszközök. A temetők ravatalozók felújítása a szekszárdi önkormányzatnak így összesen 27 millió forintjába kerül. Részeg volt, ezért hajtott az árokba egy pörbői férfi. A baleset még idén áprilisban történt az 56-os úton. A 25 éves férfi Várdom felé tartott, amikor az előtte haladó jármű előzésekor letért a füves patkára, ahol elvesztette uralmát járműve felett. Az autó az oldalára, majd a vízelvezető árokba borult. A kiérkező rendőrök a sofőrrel megfújatták az alkoholszondát, ami pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavétel céljából előállították, majd később gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben a szekszárdi rendőrkapitánysága szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek. Jelentősen csökken majd a parkolók száma Tolnán a Kossuth utca átépítése után. A város központjában jelenleg is több megállási lehetőség van, és a tervek szerint továbbiak kialakítására is sor kerülhet a jövőben. A Pesshoffer Ágnes polgármester kiemelte, a történelmi belváros védelme fontosabb, mint hogy közvetlenül egy bolt vagy bank elé lehessen parkolni. Tolnán se anyagi, se más okok miatt nem gondoljuk, hogy mély garázsokat alakítanánk ki. A parkolás, mint minden városban, itt is probléma. Főleg, hogy a Kossuth utca felújítását követően jelentősen csökken majd a helyek száma, ahol az autókkal várakozni lehet. Hiszen a tulajdonos Magyar Közút szabványparkolókat épít, ami kevesebb megállóhelyet jelent majd a jövőben. A Pesshoffer Ágnes polgármester hozzátette, a történelmi belváros védelme fontosabb annál, mint hogy adott esetben közel lehessen megállni mondjuk egy bankfiókhoz vagy egy bolthoz. Itt olyan történelmi városrésze ez a településnek, amit meg kell óvnunk, és ahhoz, hogy ezt akár az épületeket is még kedvük legyen az ott élőknek felújítani,
Én azt gondolom, hogy nekünk tudomásul kell vennünk azt, hogy ott is emberek élnek, tehát én se szeretném, és valószínűleg sokan nem szeretnénk, hogyha házunk előtt parkolnának folyamatosan az autók. Az érintett terület pár száz méteres körzetében több szupermarket van, jelentős méretű parkolókkal ellátva, amely kezelni tudja ezt a helyzetet. Emellé tolna az elkövetkezendő időben újabb megállóhelyek kialakítását tervezi. Az alternatívák jelenleg tervezési szakaszban vannak, de rövidesen megoldás születhet a Kossuth utcában kieső parkolók számának pótlására. 2 milliárd forint zárt kertekre. Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium a zárt kerti revitalizációs programot. A települési önkormányzatok és ezek konzorciumai pályázhatnak a visszanemtérítendő támogatásra. A pályázaton támogatják például a zárt kertek, kiskertek megközelítését és szolgáló utak javítását, ezek csapadékvíz elvezetéséhez szükséges fejlesztéseket, karbantartásokat, vízvételi helyek kialakítását, kút- és esővízgyűjtőrendszer kiépítését. Támogatást adnak még villamosenergia ellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekre, vadkerítés, vadgazdálkodási és vadvédelmi elemek építésére, gyümölcsfa vagy szőlőtelepítésre. A pályázat során legfeljebb 10 millió forint támogatást lehet nyerni, a villamosenergia ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések keretében pedig ez az összeg legfeljebb 20 millió forint. A programmal azt szeretnék elérni, hogy a falvakban és a kis települések határában lévő zárt kertekben újrainduljon a hagyományos gazdálkodás. Illetékmentes lett a babaváró hitel és az autóvásárlási támogatás. A babaváró hitel 2022 végéig igényelhető, maximum 10 millió forintos kamatmentes támogatás, amely szabadon felhasználható. A nagycsaládosoknak új 7 személyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50%-áig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn. Az országgyűlés kedden 182 igen szavazattal egy tartózkodás mellett házszabálytól eltérve fogadta el az illetéktörvény módosítását, úgy, hogy a mentesség már a július 1-től benyújtott igényekre is érvényes legyen. Közel 63 millió forintból megújult Pakson 2 óvoda udvara. A napokban átadott Munkácsi utcai tagóvodában megoldották a csapadékvíz elvezetést, új játékok kaptak helyet az udvaron, a Vörös Marti óvoda udvara még június elején elkészült. A paksi önkormányzat az ehhez szükséges forrás egy részét a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázatán nyerte el, illetve jelentős önerőt biztosított hozzá a város költségvetéséből. Boldogan kerékpároznak a gyerekek a megújult Munkácsi úti óvoda udvarán Pakson. A nagy melegben, ha megszomjaznak, az udvaron kialakított ivókutnál oldhatják szomjukat, de a mostani 35 fokos kánikulában a párakapu alatt is felfrissülhetnek. Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványhoz pályázott az önkormányzat. Egyrészt abból a keretből, abból a forrásból valósítottuk meg, másrészt azért jelentős önkormányzati forrást, önerőt kellett biztosítani ahhoz, hogy ez a két óvodaudvar ilyen szépen megújuljon. A csapadékvíz elvezetés is megoldásra került, az udvar szintkülönbsége miatt a két udvarrész közé támfal is épült, rajta rozsdamentes acélból készült korláttal. Új játékok, hinták, mászókák, csúszdák, valamint kis házikók, homokozók is kerültek az esztétikus udvarra, melynek nagy részét öntött gumi és homok takarja be. A homokozó fölött árnyékoló védi a kicsiket a káros napsugaraktól, de a terebélyes lombkoronák is árnyékot biztosítanak, hisz a felújítás során egy fát sem kellett kivágniuk. Ezzel egy 21. századi szép, biztonságos játszóudvara lett az intézménynek. Nekem még itt a fönti udvarban az a hajó tetszik, mert ott... kormányozni is lehet, meg nézelődni rajta. A jövőben a többi tagóvodákban is hasonló fejlesztések várhatók az atomvárosban. A lakótelepen az óvoda épületek is felújításra kerülnek, hogy a Paks 2 beruházás kapcsán ideérkező családok gyermekeinek is férőhelyet tudjanak biztosítani.
Bár jelentős mértékben emelkedtek a hazai bérek, európai összehasonlításban a hetedik legalacsonyabb, az adott országok árszínvonalához mért fizetést kapják a magyar munkavállalók. Ez derül ki az Eurostat adataiból. Ezzel megelőzzük a horvát, a litván, a szlovák, a lett, a román és a bolgár fizetéseket, ám a lengyelek és a csehek megelőznek minket. A Magyar Nemzeti Bank tervei szerint egyébként 7 év múlva, 2026-ra el kellene érnünk az osztrák bérszínvonal 80%-át. Ettől igen távol állunk még. A magyar átlagos nettó bér közel 14 ezer euró volt tavaly, ami az osztrák közel 29 ezeres átlagfizetésének 47%-a. 2019-ben is lehetett pályázni a civil keretre. A szekszárdi közgyűlés Humán Bizottsága idén is 6 millió forintot osztott szét a szekszárdi civil szervezetek között. Több szervezetet támogatott a Város Humán Bizottsága 150 ezer forinttal, így a mozgáskorlátozottakat, a vakokat és gyengénlátókat, a hátrányos helyzetűek segítésére létrejött Kék Madár Alapítványt, a Bartina Néptánc Egyesületet, tücsökzenés színpadot. A szekszárdi nyugdíjasok területi érdekszövetsége kapta meg egyedül az igényelhető maximális összeget, vagyis 200 ezer forintot, a minimum pedig 50 ezer forint volt. Csillagné Szántó Polixéna, a bizottság elnöke azt mondja, több szempontot vettek figyelembe a támogatás odaítélésénél. Milyen nagy a taglétszámuk, mennyire vesznek részt a város életében, a rendezvényeken, mennyiben járulnak hozzá a programjaink megvalósításához. Gyermeksereg lepte el a Tolnatáj Televízió szerkesztőségét. A fiatalabb generáció egy túra kíséretében tekinthette meg, hogyan is készülnek televíziónk műsorai. Emellett pedig kipróbálhatták, milyen érzés műsorvezetőnek lenni. A gyermekek azt mondták a kulisszák mögötti túrán, hogy sok érdekességet tanulhattak meg a rövid út során. Kedves nézőink! Mára köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda! Így vezettek műsort a gyerekek a Tolnatáj Televízió stúdiójában. A Humán Szolgáltató Központ évek óta szervez kéthetes nyári táborokat, ahol a diákok különböző programokon vehetnek részt, múzeumokat látogathatnak vagy strandolhatnak. Ezen programok egyikének számít a televízióba tett túra. A gyerekek azt mondják, nagyon élvezték a tárlatvezetést. Érdekes volt megnézni a kamerákat, irányítani, meg érdekes volt látni, ahogy beszélnek, meg itt, ahogy kameráznak, meg minden. A kamerák érdekesek voltak benne. A diákok kipróbálhatták, milyen a kamera előtt állni. Egy zöld háttér előtt dolgozni, időjárás jelentést, híradót vagy kerekasztal beszélgetést vezetni. Stábunk egyik szerkesztőjét is meginterjúvolhatták. A gyerekek a műsorvezetés és a televízió megismerése mellett még a kamerák másik oldalára is állhattak, hogy teszteljék operatőri képességeiket. A gyerekek kísérője szerint nem csak szórakoztató, hanem hasznos is a program, megismerkedhetnek a média világával és az adások készítésével. Ez egy bevált programunk, és mint a most is látható, élvezik a gyerekek, hogy kipróbálhatják magukat az interjúkészítés közben, kerekasztal beszélgetés közben, és hát egy külön élmény, mert egyébként nem jellemző, hogy eljutnak ilyen helyekre. 16 alsó tagozatos diák tekinthette meg közelebbről, hogyan működik a televíziózás világa. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Időseket bántalmazott, autókat rongált, rács mögött az ámokfutó hajléktalan. Tovább csökkentik a széndioxid kibocsátást, 2 milliárdos beruházása a Lafarge Király egyházi cementgyáránál. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, 320 diák, 19 strandon vigyáz a fürdőzőkre. Időseket bántalmazott súlyosan fényes nappal Pécsett az a hajléktalan férfi, akinek hétfőn kezdeményezték előzetes letartóztatását. Az ámokfutó olyan erővel rúgott fejbe egy padon ülő idős nőt, hogy eltört az állkapcsa, de másokba is belekötött, hangosan szitkozódott és autót is megrongált. A történtek kapcsán felmerült, hogy milyen elmeállapotban lehet a hajléktalan, aki ilyen brutális bűncselekményt követett el, védekezése csak korlátozottan képes idősekkel szemben.
Információink szerint ezeknek a padoknak az egyikén ült ez a két idős nő, akikbe belekötött egy hajléktalan férfi minden ok nélkül múlt hét csütörtökön, kora délután. Az egyik nőt úgy arcon rúgta, hogy eltört az állkapcsa. Mondjuk hasonló esetek ugye néha történnek a szemem láttára is, úgyhogy a közbiztonság az úgy eléggé romlott mostanában. Legalábbis én így látom, így 10 évvel ezelőtthöz képest mondjuk. Mondja ez a járókelő az esettel kapcsolatban. Szerinte több rendőr kellene az utcákon. Múlt csütörtökön a férfi egy idős bácsit is bántalmazott, majd egy autót is megrongált. A rendőrök végül elfogták. A történet kapcsán felmerül a kérdés, hogy a hajléktalan elkövető pszichiátriai beteg lehet. Már évek óta gond, hogy ilyen emberek mászkálnak szabadon a városban. Elutasítóak, bizalmatlanok, hát nem is a mi szükség, de nem arra van szükség igazából, amit egy utcai munkás vagy egy szociális munkás meg tud adni, nekik pszichiátriai ellátásra volna szükség. Ott sajnos kevés a hely, nagyon nehéz pszichiátriai otthonokba bejutatni embereket, ugye nagy a várólista, nagyon nehéz, és ha be is juttatunk, sokszor ugye eljönnek önszántukból. Mondta korábban a Támasz Alapítvány szakmai vezetője a pszichés zavarokkal küzdő hajléktalanokról. Jelenleg az időseket bántalmazó elkövető a rácsok mögött várja, mi lesz a sorsa. A bíróság egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását. Különös figyelemmel volt a döntés meghozatal akkor a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, gátlástalan elkövetési módjára, ezen kívül az, hogy hajléktalan az elkövetői alappal lehet tartani attól, hogy szabadlábú hagyása esetén megszökne, illetőleg elrejtőzne. Ezen kívül többszörösen büntetett előéletű a terhelt, így esetében a bűnismétlés veszélye is reális. Egyelőre nyomozati szakban van az ügy. A 45 éves elkövetőt információink szerint még nem vizsgálta meg elmaorvos. Ezt majd a hatóság rendelheti el, ha indokoltnak látja a vallomása alapján. Közel 2 milliárd forint értékű technológiai beruházást indított a Lafarge királyegyházi cementgyára. Az önerőből megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően további alternatív tüzelőanyagot, háztartási hulladékot és gumitextilt hasznosítanak a cementgyártásban. Emellett csökken a szén-dioxid kibocsátás mértéke is. Ismét környezetvédelmi beruházást indított a Lafarge királyegyházi cementgyára. A baranyai településen 8. éve működő építőanyaggyártó üzem ezzel tovább emeli az eddig felhasznált másodlagos tüzelőanyagok mértékét, hatékonyan kapcsolódva a helyi hulladékgazdálkodásba. Mögöttem látható az a beruházás, amit 2 milliárd forintos önerőből valósítunk meg. Ez egy nagyon fontos mérföldkő a cementgyár életében. Nem csak azért, mert a versenyképességünket tudjuk vele javítani, de fontos lépést teszünk a szén-dioxid kibocsátásunk csökkentése érdekében is. A projekt lényege, hogy a nem megújuló energiaforrásokat alternatív tüzelőanyagokkal helyettesítsék. Ezek az anyagában tovább nem hasznosítható háztartási hulladék és gumitextil. A cementgyártás zárt technológiája miatt mindez beépül a cementbe. Ez a beruházás véleményem szerint a helyi közösségeket is támogatja, nem csak azáltal, hogy a környezetünkért tudunk valamit tenni, hanem azáltal is, mert helyi vállalkozásoknak tudunk itt lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy közreműködjenek a beruházás során. A beruházás technológiai kivitelezése az idei év végén zárul le, míg az alternatív tüzelőanyagtároló bővítése 2020 első felében valósul meg. Idén is önkéntesek segítenek a fürdőzőknek a Balatonnál. A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozata immár 12 éve nyújt első segélyt a tónál. Elsősorban kisebb zúzódások, horzsolások vagy napszúrás esetén avatkoznak be a fiatalok. Augusztus 20-áig összesen 320 diák lesz jelen 19 balatoni strandon. Mi történt? Mi elmondtál? Labdával dobták fejbe ezt a lányt és elájult. A segítségére siető barátja pedig elcsúszott a parton és megsérült. Ez most szerencsére csak gyakorlat volt Balatonszárszón, ahol a Vöröskereszt fiatal munkatársait készítették fel a nyári feladataikra. Ha a valóságban is megsérül valaki egy strandon, akkor általában először az önkéntesek érnek a helyszínre, hogy segítséget nyújtsanak. Cuth Lajos már évek óta részt vesz a Magyar Vöröskereszt nyári akciójában a Balatonon. Mostantól összesen 320-an figyelnek a fürdőzők épségére. Volt már egy jó pár esetem, azt hiszem tavaly volt több mint 100 esetünk egy hét alatt a mi strandunkon. Többnyire kagylóvágások,
mécsípések, rovarcsípések, esetleg egy-két horzsolás. Horváth Zsófia is rutinos elsősegélynyújtó, már 6 éve dolgozik nyáron a balatoni strandokon. Azt mondja, szívügyének érzi, hogy segítsen az embereknek, és munka közben barátokat is szerzett. Tehát rengeteg új barátot szerez mindig az ember, mikor eljön ilyen programokra, nagyon jó élmények, csoportfoglalkozásokon tényleg egy, hát mindegy, második család. Rádióközpont keresi bejelentkeztetésre Balaton szárszótvétel. Balaton szárszó jelentkezik, a szolgálatot sikeresen megkezdtük. Vétel. A Magyar Vöröskereszt fiatal önkéntesei az elmúlt 12 évben összesen 40 ezer embert láttak el a Balatonnál. Idén 19 strandon óvják a fürdőzőket. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program felhívja a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Jótékonysági foci meccset játszott a hétvégén Zamárdi megyei harmadosztályú bajnokcsapata és a Dárdai Team. A két együttes nem először csapott össze, ezúttal egy balesetet szenvedett kislánynak gyűjtöttek. A sportolók szerint a jó szándék és az adakozás mellett az együttlét öröme a legfontosabb az ilyen találkozókon. Csákovics Gyula polgármester kezdőrúgásával indult a barátságos és jótékony célra gyűjtő foci meccs a Zamárdi pályán. A mérkőzés bevételét egy tavaly a városban balesetet szenvedett 16 éves balatonendrédi kislány gyógyulására fordítják. A Dárdai Herta Team várta már az újabb összecsapást a zamárdiakkal, hiszen tavaly 4-3-ra alulmaradtak a hazaiakkal szemben. Bár Dárdai Pál szerint szó sincs arról, hogy revansot szeretnének venni a tavalyi vereségért. Tavaly is itt meggyűlött a bajunk a fiatalokkal, úgyhogy ez nem egy győzelem érmény, ez azért, mert hogy együtt vagyunk, jót szórakozunk, de jót eszünk, iszunk, elbeszélgetünk, tehát ez a tavalyi évben is egy szép nap volt. A megye 3-as bajnokságot megnyerő és ezzel egy osztállyal feljebb lépő Petőfi Ese tagjai is várták már az újabb megmérettetést. Ez nekünk egy nagyon nagy lehetőség, hogy ilyen emberekkel játszhatunk együtt. Ők játszanak velünk igazából, nem mi velük, mert egyébként csak a tévében meg a stadionban látjuk őket távolról. A mérkőzés végül 5-5-ös döntetlennel zárult. A jótékonysági mérkőzésen csaknem 790 ezer forint gyűlt össze a 16 éves fiatal lány felépülésére. A PVSK vezetősége döntése értelmében azzal a történelmi lehetőséggel, hogy nemzetközi kupában szerepeljen a bronzérmes férfi kosárlabda csapat, élni fognak. Ezt hivatalosan július 2-án jelentette be a város és a centenáriumát ünneplő egyesület. Kosárlabda bajnoki bronzéremmel ünnepli a PVSK család az egyesület centenáriumát, ráadásul a nemzetközi kupa szereplést is vállalja a férfi NB1-es gárda a 2019-20-as szezonban. Nekünk is nagyon fontos, de úgy látom, hogy a városnak is nagyon fontos, ezért is örülök ennek a közös sajtótájékoztatónak, ahol demonstrálhattuk azt, hogy együttesen tudjuk biztosítani az indulás feltételeit, és hát reményeink szerint a küzdelmekben, mind a selejtezőkben, mind a csoport küzdelmekben helyt is tudunk állni. Az egyesület sikere Pécs sikere is, ezért a városvezetés extra anyagi támogatásáról biztosította a klubot. Tehát segítjük a PVSK-t abban, hogy anyagi értelemben ne legyen hátránya, vagy akadály annak, hogy induljanak a kupában, tehát ez ellen fogva a jó szereplés. Amennyiben nyilván ez egy talán nem várt módon, akár még a reméltél sikeresebb lenne, akkor nyilván ez a támogatás akár nőhet is, hiszen akkor a tovább lép a csapat, akkor ezt szintén támogatni kell. Ez a jövő zenéje természetesen, de készülünk akár erre a helyzetre is. Természetesen a vezetőség már elkezdte építeni a 2019-20-as szezon csapatát, és már a legfontosabb dátumok is megvannak. Ugye az első legfontosabb dátum, hogy a Kosárlabda Szövetség leadta a nevezésünket szándéknyilatkozatban, az júli 1-je volt. Itt júli 8-áig magának a csapatnak kell nevezni és regisztrálnia. Itt van egy 10 000 eurós bankgarancia, amit be kell mutatni a FIVA felé. A sorsolás az júli 24-én lesz Münchenben, és utána szeptember 16-án kezdődnek el a selejtező mérkőzések, és majd utána, hogyha a selejtezőből csoportkörbe tudunk bejutni, akkor ott a csoportkörbe a következő mérkőzéseken. A PVSK Veolia jövő évi keretének kialakítása folytatódik, de Pongó Máté, Horti Bálint, Andrea Csirics, Justin Elston, Ruják András, Antóni Csanád, Bíró Levente és Dragasevics Vejkó biztosan a pécsi csapatban jár. Majd. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megújulnak a temetők Szekszárdon. A város közel 27 millió forintot költ a ravatalozók megszépítésére.
Parkolási gondok Tolnán, dolgoznak az alternatív megoldásokon. Fejlesztés. Modern körülmények várják mostantól a paksi óvodásokat. Kulisszák mögött. Közelebbről nézhették meg a gyerekek egy televízió működését. Csütörtökön is folytatódik a kellemes nyári, olykor felhős időjárás, és csak elvétve fordul elő csapadék. Reggelente 15, délutánonként 26 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!